Köszönöm elnök úr a szót, tisztelt háztisztelt államtitkár urak! Lezárult az MVH belül működő támogatás lenyúló maffia büntető eljárása, nyomozati eljárása, és 84 gyanúsítottal szembe vádat emelt az ügyészség. Ugye ezt én 2013. október 8-án egy sajtótájékoztatón jelentettem be, hogy nagyon-nagyon komoly szervezett bűnözés van az egyik minisztériumi alrendszerben, konkrétan a kifizető ügynökségnél. És hát két nap múlva a fő gyanúsítottak már előzetesben voltak. Hát ez a nyomozás zárult le, amire annak idején azt mondta az akkori államtitkár Budai Gyula, hogy ez egy bagatel ügy, itt nem volt kár. Hát ahhoz képest az elkövetési érték, ami konkrétan kifizetése került, a 117.191.767 forint. Ezt 5 cégnek sikerült fölvennie 2012-ben. Ez volt a teszt, szeretném jelezni. Majd utána ez a hálózat ezen felbozdulva elindított egy újabb próbálkozást. 20.624 hektárra szedett össze fiktív igénylőket, és 1.436.779.713 forintra nyújtott be fiktív támogatási igénylést. Ezt sikerült megakadályozni a kifizetés előtt néhány nappal elindított büntetőügyjel, ugyanis ennek a felét nagyjából, pontosabban nem ennek, mert időközben csökkentették ezt az igényt, hiszen voltak végül is jelentek, meg mégis valós igénylők ezen a területen. De nagyjából 4-500 millió forint lett volna az, amit ez a társaság, az a 37 magánszemély és 46 cég elvitt volna a mezőgazdaság szereplői elől, hiszen ez a pénz az nyilván, hogyha nem került más módon kifizetésre, akkor a többi jogos területen kifizetése került volna. Ebben az ügyben nagyon komoly, magas beosztású emberek is érintve vannak. Drajkó Miklós, az MVH akkori elnök helyettese, az első számú vádlott, és szintén, aki később ugyan a agrárkamaránál töltött be vezető beosztást, Hörömpő Nándor, ő pedig a másodrandú vádlott. Többieket azért nem mondom, mert ők ketten olyanok, akik közszereplők, hiszen magas állami hivatalba, illetve köztestületnél dolgoznak, és hát mind a kettőnek nagyon komoly kapcsolatrendszere van a kormánypárttal. Hörömpő Nándor fog mindig a Kis Miklós államtitkára való nagyon szoros kapcsolatára hivatkozik. A másik érdekesség ennek a nyomozásnak, hogy a alacsonyabb rangú vádlottak többször említik, hogy azért kellett olyan magas jutalékot visszafizetni a Drajkó úrnak, amit 50%-ba állapított meg, mert hogy ebből az elnököt is ki kell fizetnie. Na most ez a szál, ez valahogy ebben a nyomozásban úgy látszik, hogy elmaradt. Palkovics úr nem került bele az ügybe, hát ez vagy azért maradt el, mert nyilván nem tudták bizonyítani, vagy pedig azért, mert nem akarták. Egyébként jellemző ez a magyar nyomozati rendszerre, hogy annak ellenére, hogy például egy borsodi földügynél Kanyok Attilával szemben a nyomozó hatóság megállapította, hogy nagyon nagy összegre elkövette a csalást, büntették is, nem csak okirat hamisítást, ennek ellenére panaszt tett, és az ügyészség úgy döntött, hogy elfogadja ezt a panaszt, és példátlan módon ebbe az ügyben nem emelt ellen a vádat. Én erre csak azt szeretném mondani és figyelmeztetni a nyomozásban érintett szerveket, hogy 2018-ban a hivatalos személy által elkövetett bűnpártolás még nem évül el, tehát senkinek kétsége ne legyen, kormányváltás után ezek az ügyek újra lesznek nyitva, és minden földmúgy is úgy újra lesz nyitva. És azt is szeretném, hogyha most már ez a rohadt krumpi ügy is lassan le lenne zárva, ami 2 éve zajlik, ahol nyilvánvalóan az akkori minisztériumi közigazgatási államtitkár a saját eladhatatlan rohadt vetőmagját adta el az egyik hozzá beosztott cégnek 1 milliárd forintos összeggel. Nagyon remélem, hogy annak a vége is ugyanaz lesz, mint ennek a mostani nyomozásnak. Ezen kívül még több ügy van, ami ugye nyilván valamiért úgy látszik, hogy a minisztérium vonzza a bűnözőket, ugye Kis Szilárd már lakat alatt van, és hát azt is látjuk, hogy ami nem a minisztériumot érinti közvetlenül, de állítólag Tarsói Csabának is vannak bizonyos feljegyzései nagyon magas beosztású állami tisztségviselőkkel szemben. Ezeket én csak azért mondom el, mert ebből látszik, hogy itt mindenképpen egy rendszerszerű korrupció van, és ezt a rendszerszerű korrupciót csak világos, átlátható szabályokkal lehet megfogni. Az MVH-nál ez úgy tűnik most azóta sikerült. Igaz, hogy nagyon megnehezíti a termelőknek az életét, mert sokkal szigorúbb lett a jogosultság ellenőrzés. Pont ebbe készülünk majd valamit enyhíteni, mert ugyanis nem a tisztességes emberekkel van baj, se vicc, se a földbéleteknél, hanem azoknál az embereknél, akik politikai kapcsolatokat kihasználva veszik el mások elől a jogos javadalmazásokat. Na most ebbe mindenképpen változás lesz, ezt határozottan állíthatom, de addig is jó lenne ezeknek az ügyeknek alaposan a végére járni, például a
Orbán ügyének a hasonló maffia működik csak a földpályázatok ügyében. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Nagy István államtitkár úrnak, aki a kormány nevében fog válaszolni. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Az egyes ember gyarlóságából, jellemgyengeségéből kiindulva, abból általános következtetést levonni hibás kiindulópont. Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy a jogosulatlan igénylések kifizetésének megakadályozása eredményeképpen sem az Európai Uniót, sem a magyar államot nem érte kár. Az, hogy a bűncselekmény kísérleti szakban maradt, mindenképpen köszönhető a Fölmérési Minisztérium, illetve a nyomozóhatóság munkatársainak. A minisztérium már 2013. február közepe óta rendelkezett információkkal az ügyről, majd azoknak az illetékeseknek történő továbbítását követően megindult a körültekintő vizsgálódás. 2013. október elején jutott abba a szakaszba a vizsgálat, hogy a fővárosi főügyészség nyomozást rendelt el. A gyanú szerint az MVH volt vezetőbeosztású dolgozója, illetve bűntársai szervezett módon úgy követték el a visszaéléseket, hogy gazdasági társaságokat hoztak létre, amelyek nevében a valótlan kérelmeket benyújtották a terület alapú támogatások véget. Amit azt már korábban is hangsúlyozta a minisztérium, rossz úton jár, aki politikai szárakat keres az ügyben, ugyanis az emberekben volt a hiba. És mint az ismeretes, ezek az emberek már nem részei a rendszernek. A nyomozás eredményeképpen a napokban két korábbi MVH-s vezető tisztségviselővel és további 82 személlyel szemben emelt vádat a fővárosi főügyészség. Ezzel kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy miként az MVH, úgy a minisztérium is mindenkor együttműködik, és továbbra is együttműködik a nyomozó hatósággal, az ügyészséggel és a bírósággal a tényállás mindenre kiterjedő tisztázása céljából, hiszen az Európai Uniós támogatások jogosulatlan megszerzésének megakadályozása közös érdekünk. Ennek keretében az MVH minden rendelkezésre álló lehetőséget és eszközt igénybe vesz a visszaélések megakadályozására, azok esetleges bekövetkezése esetén mindent megtesz a jogosulatlanul igénybe vett összegek visszakövetelése érdekében. Nagyon szeretném képviselőtársam figyelmét felhívni arra, hogy nem lehet általános következtetéseket levonni abból, hogy van, aki megtéved. Akkor lenne nagy probléma, hogyha úgy működne a rendszer, hogy ezekre nem derülne fény. És mivel még időben minden kifizetést megelőzően sikerült megfékezni, megállítani a rossz szándékot, én azt hiszem, nem lehet hibáztatni magát a rendszert. Hiszen a rendszer, a törvény, ami biztosítja az MVH működését, az megfelelő szabályokat alkotott. A rendszerben lévő emberekkel volt a baj, amit viszont a rendszer maga a törvény erejénél fogva sikeresen földerített, és sikeresen megakadályozta azt a bűncselekményt, amit el akartak követni. Szeretném kiemelni, hogy az MVH ellenőrzési gyakorlata évről évre változik abból a szempontból, hogy a korábbi évek tapasztalatai beépítésre kerülnek az adott évi metódusba, tehát folyamatos felülvizsgálatra kerül az ellenőrzési rendszer. Fontosnak tartom kiemelni, hogy azon hazai gazdák, akik jogosan nyújtják be a támogatási kérelmüket, hozzájuthatnak a támogatáshoz. A minisztérium ezután is minden olyan esetben meg fogja tenni a megfelelő lépéseket, ahol köztörvényes bűncselekmény gyanúja merül föl. Tekintettel arra, hogy az ügyben vádemelés történt, kérem, hogy a részletekkel kapcsolatban a fővárosi főügyészségnél szíveskedjen tájékozódni. Végezetül pedig szeretném megköszönni képviselő úrnak a kérdést, mivel a minisztérium is várja az ügy folytatását, és nagyon remélem, hogy minden egyes szál megfelelően kerül elvárásra és lezárásra, hogy mindazok, mert azért azokról sem kell elfeledkezni, akik nap mint nap tisztességgel végzik a munkájukat abban a hivatalban, és rájuk vetül ennek az ügynek az árnyékai. Nagyon remélem, hogy az ügyészség vizsgálata sikerül minden egyes szállat kitisztázni, és ott, akik most ott dolgoznak, tisztességgel, becsülettel tudják tenni a dolgokat, és szolgálják a magyar gazdák érdekeit, szolgálják mindazt a lehetőséget, amellyel hozzájutatják a területalapú támogatáshoz a magyar gazdákat. Olyan lehetőség, amivel élni kell,
és nem visszaélni. És mindazokat, akik élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, azokat támogatásunkról biztosítani kell, munkájukat segíteni kell, és minden feltételt biztosítani ahhoz, hogy ezeket a munkát hibátlanul el tudják végezni. Aki pedig visszaélni kíván vele, a leghatározottabban kijelentem, hogy megfelelően el kell ítélni, és el kell távolítani a rendszerből. Köszönöm szépen figyelmüket! Köszönöm, államtitkár!